Sziasztok! Így? Sziasztok! Mi történik a színfalak mögött, és hogyan alakul egy előadás? Vagy hogy jön létre egy előadás? Hogy jön létre? De hogy jön létre egy előadás? Így, ez mondjuk elsőnek, jó? Mondom, jöhet! Jó! Helyen így összeszedem a gondolataimat mellé. Sziasztok! Akkor itt legyen a színfalak. Sziasztok! Gyertek velem, és megláthatjátok, hogy hogyan alakul egy elő... Hogyan készül egy előadás? Mehet. Sziasztok! Sziasztok! Videósorozatunkban... Láttad? Ez ilyen. Biztos máshol is így csinálják. Azért, mert ahogy már jövök, már izgatott állapotba kerülök. Sziasztok! És megláthatjátok, hogy hogyan... Plusz, ettől függetlenül két pontban fel van kötve a lilla. Ezt majd most... később meg is nézhetnénk majd fönn. Szerintem az is izgalmas lehet a néző, hogy az hogy is néz ki. Hát az most nincs fent. Ez le van bontva. De melyik volt a legemlékezetesebb leme? Legemlékezetesebb. Mi volt talán a leghosszabb egy ilyen építés? Melyik volt a leghosszabb ilyen? Tehát azt is elmondhatnánk szerintem, hogy mi volt a leghosszabb? Kezdenél az egészen szívvel. Ebből mi lesz? Mert nagyon kíváncsi az anyagra, hogy mi lesz. Jó lesz, azt mondjad már. Megcsináljuk! Megcsináljuk! Zsófi, nagyon jó hajtás. Szerintem. Azt sem tudom, miről beszéltem. Hát vége lett a próbának, és hát most következik egy következő izgalmas... Na, ez nagyon... Most következik a következő. Na, várja. Sziasztok, elkezdődtek a próbák, de addig is, amíg... Még előre kezdjük. Szóval ez itt a csarnok, ami egyébként a nyári színpad, de jelenleg itt ugye most nem zajlanak próbák, nincs előadás, de kukkancsunk be. Nagyon szexi. Figyelj, még valami ilyen fogsz, érted? Csodálatos. Mutatom a koreográfiát. Öntette, össze kell tenni a lábadat. Ez a lényeg. Azért, oda... De ez hová vezet ez a lépcső? Ez sehová, itt csak szintek vannak, ahol nincsen semmi. Csak ilyen szintek. Ta-ta. Azok mire szolgálnak ezek a szintek? Hát mondom, hogy szintén nem tudom, mert igazából mi nem járunk oda. Ta-ta. Jó, menjünk! De tényleg ott nincs semmi. Tényleg? Ehhez készítenek világítást. Hát igen, 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 ne. Hát igen, 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 igen. Itt dolgoznak a fiúk és a producerek. Nézem a semmit. Ezek most fafúvós hangszerek, vagy rezesek, vagy... Hogy mondjuk el ezt a nézőknek igazából? Itt minden? Nem jó a kérdés, ezt nehogy vegyed. Ez nagyon kíváncsi vagyok. Oké. Nem. Így is krótékek vagyunk. Ez jó. Akkor Bandikám, gyere bele finoman, légy szíves. Játsszál valamit. Jaj, nem. Üdvözlök mindenkit! Székely Balázs vagyok, a Miskolci Nemzeti Színház szólamvezető nagybőgőse, basszusgitárosa. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon is rossz itt. Azt hiszem, ez sikerült. Nekem nem szokott elsőre sikerülni. Itt vagyunk most újabb... Mit vagy? Hadd el a leve! Szeretném nektek bemutatni Gál Péter, a zere... Jaj, pedig fáradt a kéri, bocsi! Nagyon rossz itt, nekünk rossz itt. Mi?
áldott ünnepeket kíván. Minden nézőnek, gyertek velünk, mert itt a helyetek. Ezúttal a Miskolci Nemzeti áldott ünnepeket kíván minden nézőnek. Nagyon. Mesélnek a zenészek a készülő produkcerek című műzikáról. Bemutatjuk nektek Cserátám ügyvezet. Az a zeneigazgató, nagyon fantasztikus. Producerek című. Ezúttal a Miskolci Nemzeti áldott ünnepeket kívánunk. Jó van. Nagy producer leszek egyszer. Lejjebb, még. Jó. Ezúttal a Miskolci Nemzeti Zenek... Ezt kibaszom. Peti, ez megy. Peti, ez megy. Jó, gyere, bemutatom. Ti most gyakoroltok? Áldott ünnepeket kíván a Deszkanéte. Nagyon jó. Ezúttal a Miskolci Nemzeti Színház zenekarát mutatjuk be. Versünk. Beszarok. Áldott ünnepeket kíván minden kedves nézőinek a Deszkanépe. Szakácsára ügyvezető igazgatóssá. Ügyvezető a francia. Áldott ünnepet kíván minden kedves nézőinek. A... Ne röhög. Nem olyan könnyű ez a pop szakma. Bemutatjuk nektek Cser Ádámot. Nem jó. Hát szerintem ez is szar volt, de hát. Megnézzük a szólampróbákra. Ah, persze. Mesélnek a zenészek a készülő producerek című előadásról. Most jöhet egy puszi, és akkor meg is vagyunk a bulvárra. Ajjaj, blik! Jó, okay. Január 11-e után várunk mindenkit szeretettel a Miskolci Nemzeti Színházban, Magyarország első főszínházában. Minden jót, legjobbakat, sok egészséget, kitartást és ünnepeket kívánok mindenkinek.